Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájából, ahol a másodízben rendezik meg a Pécsi Sportbált. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor január végén vagy február elején nagyon nagy sikert aratott ez a rendezvény, és úgy gondolták a rendezők és a szervezők, hogy ezt meg kell ismételni, sőt, hagyományt kell belőle teremteni. Így kerül sor második alkalommal erre a várra, most január utolsó szombatján, 31-én. A szervezők, a Pécsi Önkormányzat Sportbizottsága, illetve a Sportegyesületek Városi Szövetségének Városi Szövetsége nagyon sok beszélgetés lesz majd itt velük, és természetesen a sportolókkal, illetve a sportvezetőkkel. A mai műsor körülbelül 3 óra, 11 óráig tart egy megszakítással, ugyanis egyszer majd egy filmet is vetítünk Önöknek, körülbelül 8:30-kor, hogy pontosan mikor, azt majd meg tudják Antóniától. Szilágyi Jenő kollégám említette, hogy csak nem 3 órát tölthetnek velünk ma este. Az első órában körülbelül 8:30-ig innen a Potaulából közvetítjük a második sportbál eseményeit. 8 óráig beszélgetéseket, bejátszásokat láthatnak az elmúlt év sporteseményeiről. 8 órakor lesz a bál hivatalos megnyitója, majd átadják 1997 pécsi sportdíjait. Innen a helyszínről körülbelül 8:30-kor fogunk búcsúzni egy rövid időre egy nyitótánccal. Azért mondom, hogy rövid időre, mert körülbelül másfél órára, amikor is Önök egy nagyon izgalmasnak ígérkező filmet nézhetnek meg. Előreláthatólag 10 órakor találkozunk majd ismét itt a Potaulában, és 11 óráig folytatjuk a beszélgetéseket, a riportokat, illetve a bejátszásokat, amelyekben felidézzük 1997 sporteseményeit, és rövidesen megérkezik az első beszélgető társunk. Bemutatom Önöknek első vendégünket, Dr. Dodó László volt a Sportbizottság elnökét, az Önkormányzat Sportbizottságának az elnökét. Én úgy gondolom, hogy ez egy ünnepnap a pécsi sportéletben, hiszen ilyen alkalom, hogy ennyi sportoló összegyűlik egyszerre, és igaz, hogy egy bál keretében, de mégiscsak találkozhatnak, ez egy kuriózum. Ez valóban az, és most ez a második sportbál, hiszen tavaly volt az első, és azt hiszem, hogy Szerpán István úrnak ez egy nagy ötlete volt, hogy csináljunk egy sportbált, bár még mindig tanuljuk, hogy hogyan kell ezt megrendezni, hogyan kell csinálni, de az egy nagy élmény, hogy az ember a különböző sportágak élversenyzőivel, versenyzőivel, vezetőivel, edzőivel itt találkozhat. Ön hogy értékeli a 97-es évet, mint sportvezető, a baranyai, illetve a pécsi sportolók szereplését, illetve hát gondolom ez azért egy kicsit szélesebb kört átölel, mint az eredmények? Én nagyon jónak értékelem, mert ha végignézzük, akkor azt látjuk, hogy kézilabdában a PMKC megerősödött, és egyáltalán most már nincsenek kiesési gondjai. A másik, amit meg kell említenem, a Matár főkerült az alba, és ugye tudjuk, hogy a legjobb 8 között biztos helye van, hiszen most ugye megverték az ETF-t. Na ez új információ, hiszen 10 perc ezelőtt ért véget a találkozó. Mennyire nyert a Matár? Nem tudom, de néhány ponttal a Matár nyert a végén. A lényeg az, hogy nyert, és ez nagy öröm. És ugye itt van, és nagyon jól szerepel azért a kosárlabda NB1 A-ban a PVSK női kosárlabda csapata. És egyéni sportágokban is, azt hiszem régen nyertünk annyi magyar bajnokságot, mint ebben az évben, hiszen 240 magyar bajnokságot nyertek pécsi sportolók a különböző sportágakban. Persze a serdülőtől a felnőttig, és ez egy nagyon nagy szám. Önnel, hogyha interjú készül, akkor előbb-utóbb a pénz előkerül, ez most sincs másképpen, hiszen január van, és nagyon sok egyesület számít az önkormányzat támogatására. Mennyi pénzt otthatnak szét idén? Hát ezt nem tudom. És azt hiszem, hogy még senki nem tudja, hiszen ezzel kapcsolatos tárgyalásokat még nem folytattuk le a Költségvetési Bizottsággal. Azt elértük, hogy a közgyűlés 14-én, tehát január 14-én elfogadta, hogy 17,5 milliót, mint előleget kiosztottuk az egyesületeknek, és ezt az egyesületek néhány napon belül meg is kapták. Tehát itt az első ijegységen lényegében minden egyesület túl van, tehát valami pénzhez, néhány millió forinthoz hozzájutott a nagyobb egyesületek.
Az elején már mondtam, hogy ezt a bált is közösen szervezik a Sportegyesületek Városi Szövetségével. Milyen az önök közötti együttműködés? Hát én úgy érzem, hogy nagyon jó, hiszen minden fontos kérdést megbeszélünk, minden fontos kérdésre megpróbálunk közös nevezőre jutni, és ha valami gondunk van, most már olyan viszony alakult ki közöttünk, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy most ezzel nem értünk egyet, vagy ezzel egyetértünk, és közös nevezőre jutunk. Egy báli, főleg egy nyitó beszélgetésben mindig azt szokták feltenni a báli kérdések végén, hogy kinek a táncenyébe iratkozna ön ma itt föl? Hát én, hogy őszinte legyek, senkiébe, én nem vagyok egy ilyen táncos lábú alkat. Én nem sokat szoktam táncolni, bár néha azért a feleségem rábeszél, hogy azért valamit táncoljunk, de hát lehet, hogy ha nekem kellene a nyitó táncot táncolnom, akkor a lányommal táncolnám, aki az elmúlt évben azért kétszeres magyar bajnok, és Európa kupa győztes, és világbajnokságon 5. helyezett volt. Tehát mondjuk a sportban is talán eddigi a legjobb évét zárta. Karatéban azt tegyük hozzá. Kickboxban, igen. Köszönöm szépen és kellemes bálozást. Én azt hiszem, hogy Erős Antónia pedig bent már a bálteremben megtalálta Szerpán Istvánt, a Pécsi Sportegyesületek Városi Szövetségének elnökét, úgyhogy vele készül egy beszélgetés. Aulában, ahol gyülekeznek a vendégek, a remények szerint majdnem 500 vendége lesz a második sportbának, és aki itt áll mellettem, az egyik főrendező, Szerpán István, a PVSK elnöke. Milyen szándékkal rendezték először, és mi a célja most a sportbának? Hát, tulajdonképpen hogy hagyományteremtő szándékkal szervezzük ezt a bált, és azt szeretnénk, a Pécsi Sportegyesületek között jó kapcsolat alakulna ki. Most ennek egyik eszköze lehet például ez a bál. És hát itt összejönnek azok az emberek esetleg, akik különben nem találkoznának a városba, hisz azért az köztudatán, hogy a különböző sportágak képviselői nem igen ismerik egymást, vagy nem ismerik egymást eléggé. Ön itt most a Pécsi Sportegyesületek Városi Szövetségének elnöke minőségében is itt van. Mi a feladata ennek a szövetségnek tulajdonképpen? Igen, 3 évvel ezelőtt épült a szövetség. El szeretném mondani, hogy létezik a Sportegyesületek Országos Szövetsége, és a Pécsi Szövetség ennek egy tag egyesülete végül is, egy tagszövetsége. Fő feladata az, hogy a Pécsi Sportegyesületek érdekképviselését ellássa, és emellett próbálunk partnerei lenni Pécsváros önkormányzatának a különböző sportkérdésekben. Hát az elmúlt 3 év azt bizonyította, hogy létjogosultsága van a szervezetnek, szükség van rá, és én úgy érzem, hogy a másik oldal véleménye is ugyanez. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem csak mi vagyunk valamennyire megelégedve az együttműködéssel, hanem a partnerünk, az önkormányzat is. Az érdekképviselet milyen területekre terjed ki? Végülis elég szertágazó feladatai vannak a szövetségnek. Hát egyrésztről egyeztetjük a különböző létesítménykérdéseket a városba, a sportfinanszírozás kérdéseit, és a különböző rendezvények Pécsre hozatalát vagy vállalását. Mindezt közösen döntjük el, illetve egyeztetjük a véleményünket ezekben a kérdésekben. Most ezek az elég szertágazó területek, és én azt hiszem, ha egy-egy kérdésben konszenzus alakul ki, ez mindenkinek jó, legjobban természetesen a pécsi sporttársadalomnak. Milyen a kapcsolatuk a Városi Sportbizottsággal, hiszen említette, hogy folyamatosan megbeszélik a közös feladatokat? Én azt hiszem, hogy jó a kapcsolatunk, és hát bizonyítja azt is, hogy a társrendező a mai rendezvénynek a Pécs megyei város önkormányzata sportbizottsága, tehát közösen rendezzük ezt a mai estét. Melyek a különböző sportágaknak a közös céljai, mondjuk 1998-ban körvonalazódnak-e már a legnagyobb tervek? Hát én azt hiszem, hogy az elmúlt években nagyon nagy átalakulásban volt a pécsi sporttársadalom. Rengeteg kiszámíthatatlan, illetve negatív folyamat zajlott, de ez nem csak a pécsi sportra igaz, azt hiszem, hogy országunk sportjára igaz. Ennek ellenére a pozíciók úgy, ahogy megmaradtak, most szerintem itt a következő feladat az, hogy javítsunk az eredményeken. Tehát nagyon-nagyon fontos, a létesítményhelyzeten is kellene még javítani a városba, és nem túl nagy szavak szerintem, hogy a hagyományhoz méltóan szerepeljen a pécsi sport. Értem ezekben a labdajátékokat és az egyéni sportágokat is természetesen.
Reméljük, hogy így lesz, és sokkal sikeresebb lesz az 1998-as esztendő, mint az elmúlt év volt. És átadom a szót Szilágyi Jenő kollégámnak, aki újabb beszélgető partnere talált. Újabb vendéget köszönhetünk dr. Pála Zsoltot, Pécs város polgármesterét. Az eredeti tervek szerint úgy volt, hogy önnel kezdjük majd ezt a beszélgetést, de egy kicsit elkésett, persze, hát minden relatív, mert mihez képest, de mégis mi volt a késés oka? Hát én nem késtem, mert valószínűleg fél nyolcra legyek itt, én fél nyolc után 2 perccel voltam itt, tehát végül is 2 percet valóban késtem. Készülődtünk, és így hadolott, hogy most tudtam idejönni, és semmi konkrét oka nem volt. Bödő Lászlótól is azt kérdeztem, hogy hogyan értékeli a 97-es éves sportszempontból önnek ugyanez a kérdés? Hát azt hiszem, hogy akinek ez kérdés, hogy hogyan kell értékelni, akkor az már is rossz, mert ezt az évet, már az elmúlt évet szerintem Pécs szempontjából csak jó lehet értékelni. És itt igazából nem a sport eredményekre gondolnék, bár azok is szépen alakultak az elmúlt esztendőben, hanem arra, hogy a városban olyan fajta nagyon forradalmi vagy jelentős változások történnek a sport létesítmények tekintetében, ami korábban 20 év alatt talán egyszer sem volt ilyen koncentráltan jelen. Elég arra utalnék, hogy két nagyon fontos területen tudtunk előrelépni. Végre sikerült befejezni, végső formát elnyerte a városi sportcsarnok, és ez nagyon kedvezően alakult, hiszen rögtön azon frissiben meg tudtuk rendezni a női kosárlabda EB-nek a selejtező csoportjában a mérkőzéseket. Jelentős közönség sikerrel, jó magyar szerepléssel, ez mindenképpen jó volt, és ősszel pedig felavattuk a hullámfürdőnek az új medencét, fedett a legkorszerűbb módon működő hullámfürdő, amelyik tényleg most már olyan módon tudja kiszolgálni a pécsi úszósportot, vízilabdázókat, búvárúszókat, ami már nagyon régóta érett és végre megtörtént. Tehát az eredmény egyértelműen pozitív. Ebbe a két dologba bele is kérdeznék, hiszen itt most van két kitűnő sportlétesítmény, a sportcsarnok, illetve az úszoda, de hát ezt tartalommal meg is kellene tölteni. Igaz, hogy a sportcsarnok az Európa-bajnokságra készült el, de hát itt most a lehetőség megvan, hogy nagy sporteseményeket rendezünk úgy vízen, mint a csarnokban. Igen, hát amikor a döntések megszülettek, az egyik legfőbb érvcsomag az volt mindig a viták során, mert voltak ebben viták nyilvánvalóan pécsi közgyűlésben, hogy ez a két létesítmény nem egy konkrét eseményre készül, tehát nem kell szoros párhuzamot vonni a kosárlabda női EB, illetőleg a sportcsarnok elkészültek között. Ez egy esemény, ami el fog múlni, de a sportcsarnok ott marad, tehát nyilván lesz mód és kell erre módot találni, hogy a közeli években nagyon jelentős rendezvényeket tudjunk a városba hozni. Erre folynak egyébként a tárgyalások, és hogy ki tudunk lépni ebből a körből, akkor már is mondanám, hogy arról is folynak tárgyalások, hogyha Magyarország elnyeri Ausztriával közösen az EB rendezési jogát, akkor Pécs is kandidálna, mint rendezőváros az EB selejtező csoportok valamelyikére. És visszakanyarodva a sportcsarnokhoz, nagyon nagy örömmel olvastam Kotleba úrnak, a FIBA alelnökének a nyilatkozatát a Nemzeti Sportban. Sajnos a helyi lapok ezt nem vették át, amelyben azt nyilatkozta, hogy amennyiben Magyarország elnyeri a férfi kosárlabda EB rendezésének a jogát 2002-ben vagy 2003-ban, nem tudom pontosan melyik évről lenne szó, akkor egyetlen szóba jött a város Magyarországon, Budapestet is megelőzve Pécs városa, mert itt minden létező kellék, feltétel, követelmény adott, hogy egy ilyen rendezvényt a város meg tud rendezni. Tehát tulajdonképpen ezt a jogban úgy hívják, hogy szédelgő feldicsérést kapott Pécs város e tekintetben. Erre a 2004-es labdarúgó EB-re egy kicsit visszatérnék, hiszen azért ennek itt még nincsenek meg a feltételei. Jól emlékszem, egy évvel ezelőtt lehet, hogy egy kicsit több is volt, a városi televízióban beszélgettünk pont a PVSK sportlétesítmény, illetve a futballpálya átalakításáról. Egy gyönyörű makettet is, én emlékszem, hogy többször mutogattam ott, de ez valahogy azóta egy kicsit elsikadt, és én azt gondolom, hogy ide azért milliárdos pénz kellene. A program az MC Katar, az élés létezik továbbra is. Annyiban talán jogos a felvetés, hogy a két említett beruhálás, ami a tavalyi esztendőben megvalósult, az miután előrébb lett sorolva érthető módon, az ő beruhálásaik azok előrébb voltak a rangsorban, de most azt hiszem, hogy arccal nyitni kell a sport stadion felújítása felé, és ehhez egy jó apropót jelentene a EB-ben való szereplési lehetőségünk. Ettől független, hogyha netán Magyarország nem nyeri ezt a lehetőséget, vagy pedig Magyarország elnyeri és Pécs városa nem kerül be a kiválasztott városok közé, akkor is a pécsi sportstadionnal, ami most a PVSK stadion, a kiszemelt erre a funkcióra, valamit kezdeni kell, mert valóban nagyon méltatlan állapotok uralkodnak a pécsi futball stadionok környékén. Erre egyébként meg kell mondjam, két variáns is létezhet, hogyha
hogyha nagyon-nagyon a jövőre irányul ez a fejlesztés, és az EB ezzel összefüggésbe osztható, az EB rendelési lehetőség, akkor el tudom képzelni akár azt is, a PVSK sportstadion mellett, vagy azon túl egy új helyszínen a város esetleg kiebeső részein lehetne ezt a programot megvalósítani. Erről nyilván a vitákat, illetve a szakmai egyeztetéseket le kell folytatni, de is belefér még a képbe. Ön jogász végzettségű, és ha jól tudom, akkor ma van Pécsett a jogászbál, és itt pedig a sportbál. Akkor most hol marad, vagy hova megy? Maradok a sportbálban. Az igazság az, hogy nagyon régen megkértek a szervezők, hogy a fővédnökséget vállaljam el, tehát ez nyilván kötelességem ezt betartva itt maradni. És a másik dolog az, hogy a jogászbál az nagyon egy szakmai jellegű dolog, tehát én ugyan jogász vagyok természetesen, és az is maradok most már életem végéig, de a jogi szakmában az én mondjuk pozícióm nem annyira ismert vagy erős, tehát én mindenképpen, mint polgármester ennek adok most elsőbséget, és majd, hogyha az állapot elfogulni a polgármester nem egész életén keresztül marad az ember, akkor biztos a jogászbár is már egyszer sor fog kerülni. Nem tudom, hogy a felesége nézi a televíziót, de Bödő úrtól is azt kérdeztem, hogy kinek a táncrendjébe iratkozna itt föl a sportoló hölgyek közül, hogyha választhatna. Hát nekem sajnos, vagy hála Isten, ezt majd mindenki meglátja, vagy megítéli. Nekem van egy egyéb sportfunkcióm is, a mai esti egyedi vagy alkalmi funkciót leszámítva. Én a PVSK négy kosaras szakosztának vagyok az elnöke. Tehát én úgy gondolom, hogy az illem azt kívánja, hogy a kosaras lányok valamelyikével, azt majd meglátjuk, ki fog megjelenni a mai estén. Kell az első táncot ellejtenem, tehát ő közülük valakivel fog táncolni majd az elsőként, aztán utána már mások is sorra kerülhetnek. Köszönöm szépen, remélem ezt a kamerával el fogjuk kapni. Köszönöm a beszélgetést. Most pedig egy rövid összefoglaló következik a 97-es sporteseményekről, természetesen Pécsi, illetve Baranyai szemmel. Bemutatom önöknek következő vendégünket, Kis Imre urat, aki a Sportegyesületek Országos Szövetségének az elnöke és a Csepel elnöke is. Engedje meg egy félig meddig személyes kérdést, mi a helyzet most a Csepellel, természetesen a labdarúgó csapatra gondolok.
Köszöntöm a nézőket, és hadd kezdjem azzal, hogy a Csepeles Sportklubról, hogyha beszélünk, akkor én nem tudok a labdarúgással kezdeni egy beszélgetést, vagy egy tájékoztatót, annál is inkább, mert a Csepeles cél az ország legeredményesebb sportegyesület 1997-ben, és borzalmasan örülök ennek. Olimpiai bajnokaink, világbajnokaink vannak, és az olimpiai pontokat tekintve tényleg nagyon jó állunk. De a labdarúgásra ezek után mindenféleképpen kell szólnunk. Azt szeretném, hogyha a pécsiekkel együtt valamikor megint a rövid időn belül tudnánk az NB1-ben vagy a profiligában együtt szerepelni. Tehát méltatlan, én azt gondolom, a Csepelnek a labdarúgó szereplése is az első, a hagyományaihoz képest. És hát a gondjaink megvannak, de ez elsősorban anyagi vonatkozású, és csak másodlagosan mondjuk egy szakmai vagy erkölcsi vonatkozású. Önnek én azt hiszem, hogy a báli szezonban elég nagy útvonalakat kell bejárni, hiszen szinte mindenhol ott van, ahol kell, ezt hogy bírja? Például nemrég láttam a sajtótájékoztatót az önök báljáról, ami nem sokára lesz, vagy volt a kongresszusi központban. Igen, a Sportegyesületek Országos Szövetségének a bálja jövő héten pénteken van 19 órakor a kongresszusi palotában, és hála a jó Istennek ez a negyedik soszbál lesz, óriási az érdeklődés, 850 férőhelyes a kongresszusi palota is, és a vidékiek is ráéreztek el a rendezvényre, körülbelül 50-50%-os arányba veszünk részt a válon. És talán egy kicsikét, miután ez a negyedik soszbál, talán ezen felbuzdulva a kollégák egyre inkább szervezik a saját megyei, illetve városi bájaikat. Múlt héten, két hete Szekszárdon voltam, múlt héten Miskolcon voltam, rövidesen Kecskeméten vagyunk. A képviselet ez nem választja az embert, egyrészt az ember szívesen jön a kollégák közé, hisz van miről beszélgetni, beseg az élet borzalmasan. Hála Istennek sikeresek is vagyunk, elsősorban a sport területén. A népszerű területről van szó, a másik pedig, hogy ez az ember, amit elválaszt, teljesíteni kell, még akkor is, ha néha kicsit választok. A Sportegyesületek Országos Szövetsége nagyon sok mindent felvállal, illetve nagyon sok mindent próbál megoldani. Itt az egyik legfontosabb kérdés a sportegyesületek tartozásai az adó, illetve a társadalombiztosítás felé. Mi erről az ön, illetve a SOSZ véleménye? A mi kialakult véleményünk az, hogy tulajdonképpen ezt a nehéz gazdasági helyzetet, a gazdasági környezetünknek az átalakulása, a rendszerváltás alakította ki, a rendszerváltás megelőző évben hozták ugye vezetékbe az új adórendeletet, a TB az addigi 10%-os TB-vel szemben ma már 39%-ot kell fizetnünk, és mondhatnám az inflációs rátát és azt, hogy a gazdasági átér kivonult a klubok mögül. De mindenféleképpen figyelembe kell venni azt, hogy alapvetően a sportban dolgozók jó szándékúak. Tehát én nem hiszem, hogy az a jellemző, hogy ez a mindenféle számot mondanak. Én azt hiszem, hogy körülbelül a végén 5 milliárd körül lesz az az adósság, ami a sportkluboknál majd ki fog alakulni. Rengeteg a fantom szervezet. Nyilván, hogy ezeket nem kell kezelni. Akik csak azért alakultak, hogy a pénzeket valahol tisztára tudják mosni, vagy az adó és a TV fizetésről meg tudjanak menekülni. Több olyan klub van, amelyik többször átalakult, tehát azokat megint nem fogja ez érinteni. Én azt gondolom, hogy kb. 5 milliárd, és még egyet, hogy ha az egyenlőséget meghúznánk az adósság és a teljesítmény között, akkor én azt hiszem, hogy a sport nem adósa a magyar államnak, hisz a teljesítmény a rengeteg gyereknek, ha csak a megőrzését veszük, hogy 100 000-es tömeget őrzünk meg, és adunk nekik programot hetente, 3-4-5-ször utaztatjuk az országba keresztül, kasuló meleg vizet adunk, fürösszük őket. Én azt hiszem, hogy a sporttársadalom nem adós, de mindenféleképpen jó lesz az, hogy egy tiszta viszony kialakul, akarjuk a tiszta viszonyt, de azt is hozzá kell tennem, hogy ez az adósság elengedés, ez egy nagy lehetőség, hogy mindenki tiszta lappal induljon, de én azt gondolom, hogy ezzel együtt még nem alakultak ki azok a feltételek, amivel tovább tudunk lépni, hogy én azt hiszem, hogy nagyon nehéz időszak elé nézünk. Engedjen meg még egy rövid kérdést, már itt intettek nekem, hogy idő van, de mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy mi a SOSZ-nak a véleménye a sportesemények közvetítéséről, hiszen itt óriási galibák vannak, és én úgy tudom legalábbis, hogy önök nem nagyon hallatták ebben a véleményüket, de véleményük bizonyára van. Azért nem hallhatjuk a véleményünket, mert nem akarjuk, mi a káoszt nem szeretjük. Tehát ahol tiszta viszonyok vannak, vagy szerződéses viszonyok vannak, ahol nem akarunk belenyúlni. Tehát ebbe a tévé dologban kialakult szerződéses viszonyban, ugye? Most ha beszállunk, akkor csak bonyolítjuk a helyzetet. Hogyha ha a szerződéses viszony bomlik, tehát hogyha ez a sportduó, a fotballduó Kft. És a Sport TV Kft.-nek a viszonya esetleg változik, vagy a jogi helyzete, akkor mi mindenféleképpen azt szeretnénk képviselni,
az Olimpiai Bizottsággal és a sportszervezet, többi sportszervezettel együtt, hogy egy csomagtervet alakítsunk ki, és úgy próbáljunk pontosabban a televízió társadalmakkal tárgyalni, hogy minél jobban jöjjenek ki a klubok ebből a alkuból. Köszönöm szépen, és kellemes bálozást, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. Nagyjából már megtelt bent a bálterem, most kapcsoljuk a belső helyiséget, ahonnan Erős Antónia jelentkezik. Az egyre gyarapodó báli tömegben mellém érkezett Nyilas László, a Sport TV felelős szerkesztője. Hogyan kapcsolódik a sportbálhoz? Bár eléggé banális kérdés, de hogyan kapcsolódik a Sport TV a sportbálhoz? Hát én azt hiszem, hogy a kérdés nem banális, hanem nagyon egyértelmű. Amit megcsinálnak a sportolók, és amit eredményeket elérnek, azt a televízióban meg kell mutatni. Így mondtam, hogy kell, ugyanis meggyőződésem, hogy az a nagyon-nagyon sok szép eredmény, ami Baranya megyében, Pécs városában 1997-ben, és hát ezt megelőzően is született, az megjelenjen a képernyőn. A sporttelevízió ezen dolgozik, ezen munkálkodik, és én azt gondolom, hogy azok a sportvezetők, versenyzők, élsportolók, mert nagyon sok élsportoló van megyénkben, városunkban, akik itt most ma este megjelentek, azok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a város sportja ilyen magas szintre kerülhet és kerüljön. Célunk továbbra is az, hogy a 98-as esztendőben, és hát ettől kezdődően mindig, és nagyon remélem, hogy egyre szélesedő, növekvő műsoridőben megmutassuk az eredményeket, a sportolókat, sportvezetőket, elmenjünk olyan helyszínekre, ahol esetleg gondok vannak, és talán segíteni is tudunk. És én azt kívánom az itt jelenlevőknek, hogy minél több olyan eseményt tudjunk megmutatni, ami képernyőre kívánkozik, tehát itt gondolok a nagy eredményekre, és gondolok azokra a igen izzadság cseppes, és most szó szerint értem, hétköznapokra, ami nélkül nincs sport, nincs eredmény, nincs versenyzés, és azt gondolom, hogy nincsen televíziózás sem. Tehát így kapcsolódunk, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha mai este is sikeres lenne, és én kívánok minden sportolónak nagyon sok jó eredményt, és a nézőknek pedig nagyon jó szórakozást ma estére. Azt mi is ezt kívánjuk, de azért Laci még annyit árulja el, hogy 97-ben melyek voltak a legnagyobb feladatok, amivel megbirkózott a televízió? Hát nagy feladat az Euroliga mérkőzések közvetítése, a PVSK Dália részéről, ezt nem panaszként mondom. Aztán itt volt a kosárlabda Európa-bajnokság, abban is vállaltunk egy kicsi részt. És hát voltak olyan feladatok, mint például a Matávese kosárcsapata a Sopronban, ott voltunk velük és kivívtuk együtt talán a mi segítségünkkel az NB1 A-osztályba kerülést. Aztán itt vannak a Fortunás labdarúgó, a női labdarúgó csapat, akik most már Szópiáné néven szerepelnek, őket elkísértük Svájcban is, ahol nagyon szép eredményeket értek el. És hát emellett az versenyek mellett azért mondanám azt, hogy ott vagyunk a gyermekversenyeken, az iskolai sporton, közszolgálati módon is megpróbálunk bekapcsolódni, és nagyon sokat köszönünk a sportbizottságnak, a közgyűlésnek, és én azt gondolom, hogy csak egy szoros összefogással lehetséges a képernyőn megjelenni, és ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget még egyszer, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Egyébként akkor ezek szerint a bál meg a munka az nem nagyon választható el a ti életetekben. Szeretsz-e bálozni, szoktál-e? Hát én őszintén megmondom, én nagyon ritkán járok bálba, és most is úgy gondolom, hogy kicsit talán a munka van előtérve, de hát ez közszolgálat valójában, és én nagyon szeretem ezt a sportot, a testi nevelést, és talán egy picit az ember lehet, hogy ma kikapcsolódik, de utána a sportos mi voltam, azt nem tudom elfelejteni, és remélem, hogy meg is marad nagyon sokáig. Hát a testi nevelés, az a tánc is hozzátartozik. Fogsz ma este táncolni? Hát köszönöm szépen a kérdést. Igen, remélem, hogy ha te eljössz velem, akkor bizonyára. Hogy megpróbáljuk. És a kedves nézőket pedig továbbra is invitáljuk, hogy maradjanak velünk. Tovább folytatjuk 1997 sporteseményeiből készült összeállításunkat. Ez következik most.
Köszönöm akkor engedjék, hogy még egyszer köszöntsem a második Pécsi Sporttal összes résztvevőjét és vacsora vendégét. És most már a kedves televízió nézőket is jó érzés tudni azt, hogy Pécs városa most a sportolókkal együtt van. Először Czerpán István úr, a Pécsi Sport Egyesületek Városi Szövetségének elnöke mondana pár gondolatot. Köszönöm szépen. Én is nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bál alkalmából. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot bevezetőként elmondjak. A Pécsi Sportegyesületek Városi Szövetsége 3 évvel ezelőtt alakult, és 20 sportegyesület tagja, természetesen 20 Pécsi Sportegyesületről van szó. Mi volt a célja ennek a szövetségnek? A fő cél az volt, hogy a pécsi sportágak, sportegyesületek egy asztalhoz üljenek, együtt fogalmazzák meg céljaikat, együtt védjék érdekeiket, és partneri kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Az eltelt 3 év azt bizonyította, hogy erre a szervezetre szükség volt, és működőképes, és tavaly hagyományteremtő szándékkal elkezdtük a pécsi sportbálok rendezését is. Az, hogy ma itt lehetünk, azt hiszem az egyik bizonyítéka, hogy ez a kezdeményezés nem volt sikertelen. Szeretném még elmondani, hogy egyik fő célunk, hogy szintén partnerei szeretnénk lenni Pécsváros önkormányzata sportbizottságának, és igényeik szerint próbálunk a döntés előkészítésbe, illetve a döntésekbe belefolyni. Ez is egy alakuló folyamat, azt hiszem olyan stádiumban van, hogy tényleg partneri viszonyról lehet beszélni. Az elmúlt években sok negatívum történt a pécsi sportban, azonban nagyon fontos elmondani, hogy van mire büszkék lenni. Ezek közül szerintem kiemelkedik a tavalyi év eseményei közül a létesítmények építése, felújítása, de azt hiszem, hogy ez teljesen is az én asztalom erről beszélni, és hát azok a sportrendezmények, amik a tavalyi évben lezajlottak. A pécsi szakosztályos sportegyesületek működéséről sok negatívum volt az elmúlt években, de azt hiszem, hogy akadnak üdítő kivételek is. Ezek közül az egyik talán legfontosabb és legszebb a Matáv férfi kosárlabda csapatának a megerősödése. Ezúton is gratulálunk a sikereikhez. És úgy néz ki, hogy a kézilabda is, férfi kézilabda is magára talál. Szeretnénk hinni azt, hogy összefogással a pécsi labdarúgás helyzete is megváltozik. Ami kívánság lenne, hogy egyéni sportágokban is hagyományokhoz méltóan szerepeljenek a sportágaink, és 2000-ben az olimpián legyen pécsi sportoló. Ezek után nekem más nem marad hátra, mint a mai estére jó szórakozást kívánni, és nagyon köszönöm, hogy megtisztelték a rendezvényünket. Köszönöm szépen Czerpán István szavait, dr. Bödő László, Pécsváros Önkormányzata Sportbizottságának elnöke is szól önökhöz néhány mondatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra nagy öröm, hogy van egy ilyen bál, sportbál, ahol minden sportoló, asztali tenisztől a vívóig, itt van, eljön, jelen van, versenyző, edző, sportvezető, szponzor, és itt együtt elbeszélgetünk, táncolunk, és nagyon sok mindent meg tudunk egymással is beszélni, egyeztetni. Számomra valóban az elmúlt évről azért annyit szeretnék elmondani, hogy az ismert gazdasági nehézségek ellenére az elmúlt évben 240-en nyertek magyar bajnokságot, serdülőtől persze a felnőttig, világkupán, Európa kupán, világbajnokságon, Európa bajnokságon szerepeltek jól versenyzőink, és ez egy nagyon nagy eredmény. Azt is szeretném elmondani, hogy felújításra került a sportcsarnok, sőt kibővítésre, felépült a fedetuszoda, ezen kívül az egyetemnek a sportcsarnoka és fedetuszodája, és még felépült egy fedett tenisztadion is a Makár dombon. Tehát az elmúlt év, a 97-es év egy rendkívül eredményes éve volt Pécsváros sportjának. Jó lenne, hogyha jövőben is így lenne, és a következő, illetve ebben az évben, 98-ban
az eddiginél versenyzőink még jobb eredményeket érnének el. Ehhez mindenkinek sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a tipmixben fogadni lehetett volna arra, hogy dr. Páva Zsolt városunk polgármestere, mondom, a köszöntőt elég gyenge eséllyel adták volna a dolgot, úgyhogy dr. Páva Zsolt következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is csatlakozok a köszöntők sorához, és minden kedves megjelentet köszöntenék. Dr. Bödő László elmondott mindenkit, hogy ki mindenki van itt. Egy csoportot elfelejtett említeni, az újságírókat, akiket én szeretnék kiemelten köszönteni, akik egyenesbe adják ezt a mai eseményt. Valóban nagyon szerencsés ötlet az, hogy Pécsett már második alkalommal a sportért tenni vágyók, a sportban élők össze tudnak jönni a báli szezon közepén, és együtt tudunk jól egy estét eltölteni, és ez valóban egy nagyon kedvező dolog. Én nem akarok ismétlésre bocsátkozni, hiszen az előttem szólók már szóltak az elmúlt év nagyon sikeres, szerintem is sikeres eseményeiről. Én azt gondolom, hogy, és tovább folytatom ezt a gondolatsort, hogy a városban ez az elmúlt esztendő egy új nyitást jelentett, olyan értelemben, hogy számos olyan létesítményt tudtunk felavatni, ami arra ad garanciát és lehetőséget, hogy a következő esztendőkben Pécs városa hűen a korábbi hagyományokhoz különböző jelentős európai és világversenyeket képes majd megrendezni ezekben az új létesítményekben. És amiről lehetett már hallani, azt most szeretném ilyen módon is elmondani, hogy két konkrét jelentkezésünk is van. Az egyik időben közelebb esik a férfi kosárlabda Európa-bajnokságban való pécsi szerepvállalás, és egy ennél nagyobb szabású tervünk is van, hogy Pécs, amennyiben Magyarország elnyeri a lehetőségét, akkor szeretne részt venni az Európa-bajnokság egyik csoportjának a rendezésében is. Én nagyon kérnék mindenkit, hogy ezekben a terveinkben támogassák az önkormányzat és a szervezők munkáját, és ilyen körülmények között, ahogy most is vagyunk ebben a közegben, erről nagyon kedvezően tudunk szót váltani. Én mindenkinek szeretnék nagyon kellemes szórakozást kívánni, és sikeres, kellemes estét mindenki számára. Köszönöm szépen a figyelmüket! Sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm estünk egyik vendégét, Kis Imre urat, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökét, és megkérem arra, hogy szóljon pár mondatot az egybegyűltekhez. Köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a Sportegyesületek Országos Szövetsége nevében tisztelettel köszöntsem önöket, és hadd mondjam így az elején el, hogy a helyzetem nem könnyű, hisz előttem három kiváló barátom elmondta a lényegét a pécsi sportnak. Itt már annyit szeretnék elmondani, hogy ez az időszak az, amikor mindenki, aki szeret bálozni, az bárba jár. Én nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy Pécset itt ma este ennyien gyűlnek össze, ilyen kellemes környezetben. Azt hiszem, hogy a pécsi sportról különösebbet én nekem nem kell, hogy mondjak, csak annyit, hogy ami az elmúlt esztendőkben történt, itt elsősorban női kosárlabdázóknak a sikerére gondolok, óriási dolog. És azt, ami a beruházások terén sikerült az önkormányzatnak végezvinni, az is példaértékű. Azt hiszem, hogy a Pécsi Egyesületek Szövetsége, a Pécsi Önkormányzati Sportbizottság, amit a polgármester úrnak a sportszeretete biztosíték lehet arra, hogy a következő időszakban is úgy hasonló eredményeket fog elérni a pécsi sport élet. Én kívánom azt, hogy sikerüljön megszerezni a férfi kosárlabda rendezési jogát a Magyar Kosárlabda Szövetségnek, és legyen annak egyik csoportmérkőzése Pécset, valamint hát 2004 az odébban, de egy esetleges labdarúgó Európa-bajnokság megszerezésének a lehetősége se lenne rossz. Én el tudom azt képzelni, megmondom őszintén, hogy itt legyen egy csoport, és akkor itt épüljön a stadion, és legyen addig olyan csapat Pécset, ami régen volt, aminek rengeteget tapsoltunk. Jó szórakozást kívánok, és tovább sok sikert! Köszönöm szépen a köszöntő szavakat, és most következenek az edzők és a sportolók, hiszen ez a bár értük van, róluk szól. Pécs város legjobb utánpótlás edzőit fogjuk megjutalmazni az elkövetkezendő percekben. Elsőként is Lakatos Jánost kérnénk. Lakatos János labdarúgói pályafutása 1964-ben kezdődött Szebényben, majd Véménden, Marceliban, Pécs Szabolcsa Nagykozárot és a Pécsi Postásban játszott. A Nagykozár csapatánál edző 1986-tól.
technikai vezető a Pécsi Postásnál 1990-től, majd 93-tól a serdülő, 97-től a gyermekcsapat edzője is. Munkáját rendkívül eredményesen végzi, csapatai 3 második és 1 első helyezést értek el. Számos labdarúgót adott a Baranya megyei serdülő, illetve a Délnyugat válogatottnak. Néhány tehetséges labdarúgója az első csapat keretében van. Lakatos János, köszöntjük és gratulálunk neki. Körben ezek, nem tudom, hogy a sportcsarnokból sikerült-e már áttérni Zalai Zoltán barátunknak, de nagyon remélem, hogy igen. Zalai Zoltán a MATÁV Pécsi első utánpótlás edzője, a Janus Pannonius Tudományegyetem matematika testnevelés szakán végzett 1991-ben, közben edzői diplomát szerzett. 1988 óta foglalkozik utánpótlás képzéssel. 9 évi edzői pályafutása során minden évben országos döntőig vezette csapatait. Eredményei közül a legbüszkébb arra, hogy általa kezdtek edzeni Hoffmann Balázs, Buzogány Mátyás, Bata Bálint és Matus Attila, akik ma már a MATÁV Pécsi első NB1-es csapat keretéhez tartoznak. Zalai Zoltán célja, hogy minél több játékos neveljen az NB1-es csapat számára. Zoli, kérünk, hogy fáradj ki. Gratulálunk Zalai Zoltánnak, és azt hiszem, hogy a következő edző nevét meghallják, őt sem kell bemutatni a pécsi sportbarátoknak. Sántics Béláról van szó, aki 1987-ben a PM1C-ben kezdte meg edzői pályáját, előtte évekig az úszás oktatásban tevékenykedett. 1990-ben lett a társi úszó szakosztályának edzője. Úszói közül kiemelkedő eredményeket ért el Végső Balázs, Súlyok Melinda, Gebhardt Éva és Bodor Rihárd is. Sántics Bélát kérjük, hogy vegye át a jutalmát. Van még egy jelenlévő díjazottunk, ő pedig nem más, mint Ritter József, aki labdarúgó edző. 17 éve folyamatosan végez kiemelkedő nevelő és szakmai munkát a PMFC utánpótlásában. Csapatai az elmúlt évek alatt diákolimpiai győzelmeket és országos bajnokságban dobogós helyezéseket értek el. Több mai felnőtt NB1-es és NB1-B játékos nevelő edzője. Ritter József lehet. És én Ritter József fogadja a gratulációkat, addig elmondom, hogy van még 2 kitüntetettünk, akik viszont most nem tudnak itt lenni. Az egyik Varga Ferenc, a pécsi kosárlabdasport régóta ismert, igen eredményesen és nagy ügyszeretettel dolgozó edzője. Irányításával a PVSK női csapata a Nemzeti Bajnokság dobogós helyezett együttese volt. Szakmai munkáját az év edzője címmel ismerte el egy alkalommal a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Varga Ferenc jelenleg az utánpótlás képzésben vesz részt, egy taps, azt hiszem, hogy távollétében azért neki is kiáll. Akárcsak a következő jutalmazottnak, Nemes Csabának, aki egy fiatal, dinamikusan fejlődő sportág, a triatlon erőteljes edző egyénisége. Az ágazat rengeteg munkát követel, hiszen 3 sportág ismeretanyagának eredményes átadása, továbbá technikai bázisának biztosítása bonyolult feladat. Legeredményesebb tanítványa Kozma Noémi, aki már 16 évesen ifjúsági világbajnokságot nyert Mexikóban, az elmúlt esztendőben pedig a triatlon Európa bajnokságot 2. helyezést szerzett magyar válogatott tagja volt, tehát Nemes Csaba, akit még köszöntenénk. És ezek után megkérem dr. Páva Zsoltot, hogy hivatalosan is nyisse meg a 2. pécsi sportbánt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 2. pécsi sportbánt ezúttal ünnepélyesen megnyitom. Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ez nem volt egy túl hosszú megnyitó. Nem sokára a Meccsek Tánc Együttes műsorában gyönyörkedhetnek, szórakozhatnak. Nagyon jó étvágyat kívánok a vacsorához, kellemes szórakozást a tánchoz, és kérem, ne felejtjék el, vásároljanak nagyon sok tombolát, hiszen értékes nyeremények vannak. Köszönöm figyelmüket!
Kedves nézőink, itt a Kotaulában a nyitótánccal kezdetét veszi az igazi bál, de ne feledkezzünk meg 1997 legjobb utánpótlás edzőiről. Ők Zalai Zoltán, a Matáveseifi csapatának edzője. Sántis Béla, a társi úszóedzője. Ritter József, a PMFC utánpótlás edzője. Varga Ferenc, a PVSK kosárlabda utánpótlás edzője. És Lakatos János, a Postánsese utánpótlás nevelőedzője. Többek között velük is, már aki itt van, fogunk beszélgetni a film után, és még egy csomó báli hangulatot, báli életképet is láthatnak majd körülbelül 10 órakor. Addig azonban elbúcsúzunk önöktől, következik most a Városi Televízióban a Nemek Harca című film, és nagyjából 10 órakor visszajövünk. Addig itt a bálozók vacsoráznak, illetve táncolnak. Én azt javaslom önöknek, hogy önök is vacsorázzanak meg otthon, nézzék meg a filmet, és utána terjeszkedjenek el kényelmesen a fotelban, és azt a körülbelül egy órát töltsék majd még velünk, amit még innen közvetítünk a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájából. Jó szórakozást!